Az elmúlt években több nemzetközi kerékpárversenyt rendeztek a megyében, de valamennyit az országúti szakákban. Az elmúlt hétvégén bővült a paletta, a Continental Arénában 10 nemzet képviselői szálltak nyerekbe a teremkerékpáros Európa-bajnokságon. A magyar versenyzők nem várták vérmes reményekkel a kontinens viadalt. Indult művészkerékpárba ugye 6 versenyzőnk, ugye 2 férfi, 2 női egyénibe, illetve indult egy páros, valamint ugye a kerékpárlabdába indult egy csapatunk helytállni. Tehát ugye azt tudni kell, hogy az Európa-bajnokság az majdnem, hogy szinte világbajnokság. Tehát azért a világbajnokságon az első 6-8-ba nem szokott beleférni, nem európai. Úgyhogy itt a világ legjobbjaival kell megmérkőzni. A németek, osztrákok, Svájc, csehek, tehát ezek a legjobbak a világon. De helytállnak a magyarok. A 14 éves Sárközi Anna 15. helyen végzett a művészi kerékpárosok női egyes számában. Nekem úgy jött ez az életembe, hogy az iskolánkba jött Sön Martin, és ott elkezdtünk egykerekűzni, és aztán mondta, hogy Bokodon van olyan lehetőség, hogy teremkerékpározzunk, és kipróbáltuk, és hát tetszett. Az Árendás Tamás, Toma Vilmos összeállítású magyar kerékpárlabda válogatott valamennyi mérkőzésén vereséget szenvedett, így végül a 6. helyen zárta az EB-t. Az ellenfelek ismeretében ez papírforma eredménynek számít. Múlt évi világbajnokságot mi ugye összesített 8. helyen zártuk, illetve itt most a múlt évi világbajnokság első 5 helyezettével játszunk, úgyhogy tudtuk, hogy mire számítsunk. A tisztes helytállás volt a kitűzött cél, meccsek felébe szerintem sikerült is ezt hoznunk. Nagy előnye indulnak a srácok, itt a külföldiek ugye egy világbajnokságot nyert edzővel indulnak, 100 éves klubokkal, úgyhogy megvan a előnyük. Igazából itt az első fél időben, főleg itt a francia és a svájciaknál szerintem szépen tudtuk tartani magunkat, ami cél volt. A másodikban már ők is talán jobban kiismertek minket, meg mi is elkezdtünk fáradni már azért, úgyhogy ezért a másodikba tudtak egy kicsit jobban elhúzni. Az Európa-bajnoki döntőben a két legutóbbi világbajnok, Németország és Ausztria összecsapását az utóbbi nyerte 6-5-re. Augusztusban ismét lesz rangos kerékpáros esemény a megyében, Nyíregyháza központtal ugyanis 3 napos országúti ifjúsági világkupa versenyt rendeznek.